Hangos kürtszóval vonultak végig a kamionok Szekszárdon péntek késő délután, a jótékonysági akcióhoz közel 100-an csatlakoztak. Ezek a felvételek már szombaton készültek. A Paksi 15 éves Etesi Anett egy ritka idegrendszeri betegségben szenved. Ahhoz, hogy az állapota ne romoljon, most is rengeteg pénzre van szüksége a családnak. Júliusban pedig egy barcelonai műtét vár rá, amíg megközelítőleg 5,5 millió forintba fog kerülni. A fiatal lány teljesen elbűvölték az érdekében szervezett programok. Nagyon jó szerintem, nagyon, nagyon szuper! Ne ragudjatok, hogy nem szállok ki! De élvezem! A találkozóra az egész országból érkeztek. Pázmány Adrián a fővárosból jött. Ennek feelingje van ennek a találkozónak. Sokan nem tudják, hogy ezek a kamionosok nem ilyen morcos, marcona emberek, hanem egy haláli jó fejek, és jó szívűek, és szinte mondhatom azt, hogy egy csapat még akkor is, mivel egyedül dolgoznak, ugye egyedül mennek egy-egy kamionba, összetartóak, és évközben is látom, segítik egymást, hogy melyik úton ne menjél arra, hol, melyik pihenő az, amelyikben van kultúráltan minden, stb. Szóval ez egy másik világ, itt jó lenni. A kétnapos jótékonysági akciót második alkalommal tartották meg. A főszervező azt mondja, hogy a programok egyre sikeresebbek. Egy nagyon nemes cél érdekében indultunk mi útnak, és kezdtük el ezt az egészet, ami itt történik, méghozzá Etesi Anettet támogatva, hogy a júliusi műtétjét, illetve a decemberig a terápiáira meglegyen ez az összeg, körülbelül 5,5 millió forint, úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy minél több pénz összejön, mert a műtét már le van foglalva, tehát igazából csak a pénzre van szükségünk. Etesi Anett bár még csak 15 éves, de rengeteg kihíváson van túl, most pedig egy újabb mérföldkő vár rá. Hamarosan Barcelonába utazik a család, ahol a fiatal lányt megoperálják. Most jelen pillanatban ugye egy barcelonai műtét, ami a legfontosabb Anett számára, hogy maga a járása könnyebbé válhasson, mert most per pillanat nagyon spasztikus a járása. Ez megkönnyíteni neki az életvitelét, hogy könnyebben el tudna jutni A-ból B-be. Meg illetve a terápiák, ugye, ami létfontosságú az Anett számára, hogy ne romoljon az állapota neki. A jótékonysági találkozón 3,7 millió forint gyűjt össze.